hogyha hétfő, akkor akusztik van, ma pedig a Hörszelf zenekar koncertét láthatjuk és hallhatjuk már a megújult díszletben. A Hörszelf egyébként a Bakos testvérek közös projektje, Bakos Attila és Bakos Zitái. A saját stílusukat underground indie popnak nevezik, amelyben ötvözik az elektronikus és a klasszikus zene alapjait. Most mutatunk egy kis ízelítőt a koncertjükből, utána pedig Attival és Zitával beszélgetünk. Bakos Zita és Bakos Attila, sziasztok! Sziasztok! Hello! Sziasztok. Ma láthatják a nézők az akusztik koncerteteket, de most idézzétek vissza nekünk azt a napot, amikor a felvétel megtörtént. Milyen kaland volt számotokra az akusztik színpadán állni? Hát csodálatos élmény volt, egyébként nagyon rég vágytunk ide, tehát nyilván ez sok-sok éve látjuk, hogy zenekarok jönnek, és jobbnál jobb koncertet adnak, és mi is vágytunk ide, úgyhogy amikor megtudtuk, hogy jöhetünk, akkor egyből elindult az agyalás, és kitaláltunk valamit, a nap az meg egyébként pöpecül sikerült, tehát tényleg az elejétől a végéig ezt beszéltük, hogy talán még soha ennyire egység nem volt, meg ennyire nem sikerült ahhoz hasonlót csinálni, amit kitaláltunk az elején. Igen, és az A38 hajón is nagyon-nagyon szerettünk játszani, és nekem az egyik legkedvesebb koncert lett így a Hörszelf történetében. Na ez, mennyire hangszereltétek át a dalokat? Tudnélik, ugye azért nagyon erős teljesen van a ti dalaitokban az elektronika. Mennyire volt ez így más, így akusztikusan? Az alapvető koncepciónk rögtön az volt, amikor megérkezett a felkérés, hogy mi szeretnénk kórust ebbe a produkcióba, meg persze tudtam, hogy lesz zongora, és akkor már akusztikus gitárt is nagyon szerettünk volna, mert azt a két hangszer azt nagyon szépen szól egyben, és végül arra jutottunk, hogy gitár is van, akusztikus gitár is, zongora is, kórus is, úgyhogy az elektronika. Meg hát egy valamit kihagytál, az ukulelét. Ja, hát igen. De az állandó programunkban is van ukulele, úgyhogy miért éppen ezekre a hangszerekre gondoltatok, és miért éppen a kórusra? Mit adott hozzá a ti hangzásotokhoz? Hát pont ezen gondolkoztunk, hogy vigyük így tényleg más irányba, mint amilyenek a dalok. Nyilván ilyenkor egyből elindul, hogy nehezítsük meg a saját dolgunkat, ezt legyen kihívás, úgyhogy ezért mentünk erre, hogy tényleg egy ilyen unplugged verziót csináltunk a dalokból, tehát pont azt vettük ki. Egy kicsit csaltunk azért, mert volt egy elektromos gitár is a színpadon, de ennyi, esküszöm, ennyi volt. Úgyhogy inkább erre akartunk menni, hogy tényleg akusztikus hangszerek legyenek, kórus legyen, és ne legyen semmi elektronika, se a dobban, se HD-k ne legyenek ilyen zenei alapok, hanem akkor legyen ott pőrén az, ami a Hörszelf. A kórustagokat hogyan választottátok ki, vagy ez hogy működik nálatok? A kórustagok, ők... Hát igazából azt szerettük volna, ahogy ment a szervezkedés, hogy legyen tényleg egy igazán baráti csapat. Emiatt arra mentünk rá, hogy olyan tagokat hívjunk játszani, mert nem mindenki állandó tag egyébként, aki a koncerten hangszert ragadott. Úgyhogy az inkább az volt a lényeg, hogy olyan emberek
legyenek körülöttünk, akiket nagyon szeretünk, és akiket nyilván szakmailag is nagyra tartunk. Tehát például a kórus is egyenként mindenki csodálatos énekesnő, tehát akár egyedül is el tudták vinni. Igen, hiszen ki is emeltetek közülük énekeseket, énekesnőt. Így van, így van. Külön számra. Egyébként aztán 10 fősre duzzadt ez a baráti társaság, baráti csoport, ahogy te magad is fogalmaztál, Attila. Egyébként hogy tudtátok megszokni ezt a nagy felállást? Mert hát ti azért jóval kevesebben vagytok a Hörszávban. Igen, hát valójában nagyon izgalmasnak éltük ezt meg, hogy ennyien vagyunk, és a felkészülést egyébként szólampróbákkal kezdtük, úgyhogy az is tényleg annyira érdekes volt, imádtam a felkészülési időszakot, hogy a külön szólampróbák után, hogy áll össze ez az egész egy teljes produkcióval. Hát ugye nem más, mint Bodor Áron volt a vendégetek, ami szerintem önmagában nagyon, én nagyon hát szeretem. Arról nem is beszélve. Milyen volt vele a közös munka? Hogyan jött egyáltalán Áron neve? Hát iszonyatosan boldogok voltunk, hogy elfogadta a meghívásokat. Fesztiválokon futottunk össze párszor, úgyhogy így bátorkodtam megkeresni őt, hogy van ez a lehetőség a Hörszáv számára, és nagyon-nagyon örülnénk, hogyha ő eljönne, és elfogadta a meghívásunkat, és hát az nagyon durva volt, hogy tudtuk, hogy nagyon jó lesz, de lejött az első próbára, és így leesett az állunk, hogy hát ez nagyon jó. És hát volt miből válogatni a dalokat, hiszen nektek is már rengeteg szerzeményetek van, de hát készül egy nagy lemez. Meséljetek erről, hogyan állnak a munkálatok, és milyen dalok kerülnek erre a korongra. Hát most már egész jól állunk. Ugye nyilván egy nagy lemez az mindig nehéz szülés, tehát sokat ül rajta egy-egy zenekar, és idén úgy döntöttünk, hogy ez nincs tovább, ezt idén megcsináljuk, és egyébként nagyjából tartjuk is a timingot, úgyhogy készülnek a dalok, fel vannak már játszva, most ez nem úgy lesz, hogy az egész zenekar bemegy és egybe feljátszuk, úgyhogy mennek már dob, basszus, gitár, szintik, énekek egy csomó dalra vannak, úgyhogy haladunk vele, idén reméljük, hogy megleszünk, kopogjuk le, megleszünk. És hol láthatunk titeket legközelebb? Legközelebb csütörtökön a Riffben fogunk játszani, utána pedig megint csak az Öröm a Zene Tehetségkutató döntőjére készülünk, ahol 3 dallal fogunk színpadra állni, úgyhogy azt is nagyon várjuk. Hát akkor sok sikert. És várunk vissza benneteket majd ezzel az új lemezzel. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.